azt gondolom, hogy van egy meccéspont érték, kulturális érték és popularitás között, ahol igazából tömegeket lehet megszólítani. Tehát valami, ami tömegtermék, az nem egyenlő azzal, hogy az értéktelen. Az én életem az úgy épült fel, hogy gyakorlatilag 20 évig csak tanultam a klasszikus zenét, és egy másik 10 év volt, míg megtanultam a showbiznisznek a szabályait, amíg megtanultam azt, hogy mi az, hogy termékfejlesztés, vagy hogy lehet egy showt létrehozni. Tehát azt gondolom, hogy most jelen pillanatban amögött a produkció mögött, amit létrehoztunk, körülbelül 30 év munka van. 10 évvel ezelőtt én magam ragaszgattam a saját plakátjaimat egy esztergomi művelődési házas koncert előtt, és ebből évről évre megtöbbszörözve a közönség számot, elértük azt, hogy 48 ezer ember jöjjön el a koncertre. Az igazi siker mögött nagyon-nagyon sok különböző emberi tulajdonságnak a kombinációja áll. Zenei tehetség az alap, de kell hozzá egy ambíció, egy vízió, kell egy olyan képesség, hogy az ember szeressen az emberekkel beszélgetni. A kiugró sikerek mögött azért az egyediség az, ami nagyon fontos. Tehát ahhoz, hogy az ember olyan dolgot hozzon létre, amit még más korábban nem csinált meg, ahhoz magának kell lépésről lépésre megtanulni bizonyos dolgokat. Tehát el kell hagyni a járt utat a járatlanért, és amikor az ember a járatlan úton jár, akkor nyilvánvalóan hát bozótvágó késsel kell vágni a bokrot maga előtt. Talán rendhagyó a művészvilágban, hogy engem nagyon érdekel ennek az egész háttérmechanizmusa a sikernek, hogy lehet felépíteni egy brandet, hogy lehet ezt utána a világpiacon akár továbbvinni. Lehet, hogy ez is egy kulcsa annak, hogy ez nekem nem teher. Én az a típusú előadó művész vagyok, aki a koncerten nem csak akkor érkezik meg, amikor kezdődik a koncert, hanem én az egész heti építés során is ott vagyok, és végigjárom a különböző munkafolyamatokat, és oda megyek a kollégákhoz, akik adott esetben a színpadot építik. Nekem fontos, hogy kontaktusban legyek folyamatosan azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozom. Volt egy olyan pillanat az életemben, amikor feldolgozás lemezeket készítettem Magyarországon lemezkiadóknak, és egy idő után ezeknek a feldolgozás lemezeknek a sikere csökkent. Olyannyira csökkent, hogy már nem is nagyon akarták folytatni velem a közös munkát, és ez vezetett engem el oda, a saját lemezkiadóm megjelentetésében saját zenét hozzak létre. Tehát ami akkor kudarcnak tűnt, az a mostani eredményeknek a gyökere. Hogyha én azt mondom, hogy egy kudarc egy másik választás irányába vezet el engem, akkor nem is létezik kudarc. Engem lenyűgöz például Michael Flatley-nek a karrierje, ahogy az írtáncot úgy tudta bemutatni az egész világ számára, hogy gyakorlatilag nincs most olyan ember, aki ne ismerni ezt az egyébként tradicionális ír népi értéket. Én azt gondolom, hogy mi ugyanezt meg tudjuk csinálni például ezzel a showval, hogy bemutatjuk azokat a magyar tradicionális zenei értékeket, egy kicsit hollywoodi köntösbe csomagolva, és azt az egész világon mindenki megértheti. Én egy világturnét szeretnék felépíteni, egy minimum 50 állomásos arénaturnét, és szeretném, hogyha a Havasi Szimfonik az 5 éven belül benne lenne a 10 legnagyobb kulturális produkcióban a világon. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.